Sok szeretettel köszöntöm Önöket karácsonyi ünnepi hangversenyünkön. A gyermekek már láthatóan nagyon izgatottak. Az aulában, amikor bejöttek, a festészeti tanszakos tanulók műveit láthatták, amelyek egyrészt egy válogatás a fél év műveiből, illetve a Sári Gusztáv emléklapra készült, szólásokról, közmondásokról készült rajzokat állítottuk ki. Itt a színpadon először Balog Anna 4. C-osztályos tanuló egy prózai művet fog előadni. Majd a szolfés csoportok karácsonyi dalokat adnak elő, utána pedig az egyéni, hangszeres produkciók fognak következni, amelyet a műsorrenden tudnak követni, remélhetőleg mindenkinek a székére tudtunk műsorrendet tenni. A kivetítésen egy kis meglepetéssel készültek a kollégák, a művészeti iskolás növendékeinket, festészet tanszakon Varga Anita Piroska tanárnéni tanítja, furulyásokat Kecskeméti Alexandra tanárnéni, zongorásokat Fedinec Miroszláva tanárnéni, a szolfésokat pedig Dobos Mihály Ödön tanárbácsi tanítja. Azt hiszem mindannyian ismerősök már számukra. A tavalyi karácsonyi koncertet még az iskolában rendeztük, meg azonban úgy érzékeltük, hogy nagyobb helyet is meg tudunk tölteni. Sok szeretettel köszöntöm az első, másodikos gyermekeinket is, szeretnénk, ha kedvet kapnának, és jövőre minél többen járnának a művészeti iskolába, valamilyen hangszeren játszani, vagy festeni. Köszönöm szépen a lehetőséget a Művelődési Háznak, hogy biztosította számunkra a helyszínt, és a közreműködő technikai kollégáknak a segítségét. Jó magam és a Művészeti Iskola minden pedagógusa nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és nagyon jó pihenést kívánok mindenkinek a hamarosan elkövetkezendő téli szünetre. Most pedig akkor a műsorunkat Balog Anna 4. C-osztályos tanuló kezdi. Lázár Ervin a kék meg a sárga prózai művét fogja előadni. Felkészítő pedagógus Kisné Szabó Melinda. Lázár Ervin, a kék, meg a sárga. Egyszer két festékpötty, egy kék, meg egy sárga, egymás mellé esett a papírra. Egészen közel, a szélük összeért. Nem menne kicsit távolabb? Mondta ingerülten a kék. Menjen maga, válaszolta a sárga, s különben is, talán köszönne. Ezzel hátad is fordított volna, mert a kéket parasztos színnek tartotta. Csak hát ez a festékpöttyöknél nehéz ügy, mert sem odébb menni, sem hátat fordítani nem igen tudnak. Még hogy én köszönjek egy sárgának. Morgott figymálóan a kék, és bizonyára lebigyeztette volna a szája szélét, ha lett volna neki. Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene előre köszönnöm, de azt, ha nem látná, én a kék vagyok. Engedje meg, hogy fölkacagjak, mondta gúnyosan a sárga, hisz maga a legközönségesebb szín a világon. Nem is lehetne egy napon említeni velem, s legyen szíves, ne könyököljen az oldalamba. Először is maga könyököl az én oldalamba, másodszor pedig én színezem az eget, a tengert, a vizeket, a legszebb virágok kékek, és az emberi szemek közül is a kékek a legszebbek. Képzeljen el egy sárga szemű embert, vagy egy sárga vizet. Egyáltalán, hogy mer megszólalni mellettem? Mindig tudtam, hogy nagyon közönséges, de hogy ennyire... Ez már mégiscsak túlzás, még hogy a kék virágok a legszebbek. Látott már maga kankalint, meg őszi erdőt, maga túlmohó, beszínezi az egész eget, a tengert, csupa kék minden, unalmas. Én mértéktartó vagyok, sohasem válok unalmassá. Kérem, ez már mégiscsak disznóság, most már egészen belém mászik. Árnyalatokban rejtőzöm, kis foltokban jelenek meg. Egyébként is, ha még nem tudná, én az Okker családból származom. Okker, erre vág fel, az is egy család. Az én őseim sokkal előkelőbbek. Például egyikük se lenne olyan tolakodó, mint maga. Tudja meg,
Én ultramarin vagyok. Ha, kezdte a replikát, egy színészi felkiáltással a sárga. Ekkor már rég összefolyt a két festékpötty, de nem volt ideje befejezni a mondatot, mert a kisfiú, akinek az ecsetjéről lehullottak, meglátta őket, és így szólt. Nicsak, milyen szép zöld pötty! Látott pajtás, most állottam talpra, már
Thank you.
Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Mindenkinek békés boldog karácsonyt kívánunk. Utolsó műsorszámunk az a csendes éjjel. Aki még kitartott, nagyon szépen köszönjük.